A tanárok béremeléséért tüntetett több szervezet a Belügyminisztérium előtt. A felszólalók a saját sikerükként állították be az év elejétől érvényes tanárokat és óvónőket érintő több mint 30%-os bérfejlesztést. A tüntetésen történtekre a Belügyminisztérium államtitkára úgy reagált, ma végképp leleplezték magukat a pedagógus tüntetések szervezői, hogy valójában nem a béremelésért, hanem politikai okokból szerveznek demonstrációkat és sztrájkokat. Fél órával a kezdés előtt még többen voltak a szervezők, mint a tüntetők. Az Egységes Diákfront délután 3 órára hirdetett demonstrációt a Belügyminisztérium elé. Bár az eseményt biztosító rendőrök meleg teával várták a tüntetőket, a demonstrálók később sem lettek sokkal többen. A résztvevők még a Széchenyi tér felét sem töltötték meg, mire elkezdődtek a felszólalások. A demonstráció előre meghirdetett céljai között a béremelés mellett a szervezők szerint korszerű oktatási rendszer elérése szerepelt. Az M1 által megkérdezett diákok közül azonban nem mindenki tudta pontosan, miért tüntet. El tudjátok mondani, hogy mit vártok a mai tüntetéstől? Tüntetést. Bővebben? Hát ugye a tanároknak visszaadják azt a 30% béremelést. Hogy mennyit keres egy tanár? Se a Belügyminisztérium, se a pedagógusok nem tudják. És a színpadon elhangzott felszólalások között is voltak egymásnak ellentmondó mondatok. A diákok először arról beszéltek, hogy senki se tudja, mennyit keresnek a pedagógusok. Később viszont már ők maguk említették meg, hogy a tanárok és az óvónők januártól 32,2%-os béremelést kaptak. Volt, aki azt is elismerte, hogy ez több, mint amit bármelyik más szakma elért. Semmelyik szakma nem részesült akkor a béremelésben, mint amikor ez a 32 lenne. Az Egységes Diákfront képviselői ezt az eredményt a tüntetéseknek tulajdonították, és azt hangoztatták, a demonstrációk nem érnek véget. Az, hogy 32%-ról beszél a kormány, a mi és ti munkátok eredménye. A színpadon közben többször is trágár szavakkal tűzdelt beszédekkel hergelték a közönséget. Már a második-harmadik kérdésnél teljesen az agyad. A demonstrálók között baloldali politikusok is megjelentek. A botrányos akcióiról elhíresült Juhász Péter beszédet is mondott, aki első mondataival nem a pedagógusok ügyét, hanem a saját polgármesteri kampányát hozta fel. Biztosan tudjátok, hogy én polgármesternek készülök, polgármesternek indulok. Polgármesterként valószínűleg nem fogom tudni megváltoztatni az oktatást itt. De azért van, amin tudok változtatni. Tiszteljük Juhász Péternek a munkáját. A tüntetés előtt az Egységes Diákfront elnökségi tagja arról beszélt, hogy a politikai karrierjét a marihuána legalizálásával indító Juhász Pétert hiteles felszólalónak tartják a pedagógusok ügyért szervezett tüntetésen, amiről Perlaki Borsos Noel is azt mondta, azt csak néhány 100 fősre tervezték. Ez egy rövid demonstráció, ez nem egy nagy volumenű tüntetés, nem is úgy szerveztük, nem is úgy hirdettük, egy pár 100 fő igazából teljesen elég. Azért tartjuk ezt most, hogy átvigyük ezeket az információkat. Sokkal nagyobb létszámot nem várhattunk volna, úgyhogy a lelkes kemény mag az itt volt. A létszámmal az M1-nek nyilatkozó résztvevők sem voltak maradéktalanul elégedettek. Ön szerint kevesen voltak a mai tüntetésen? Nagyon! Ma végképp leleplezték magukat a pedagógus tüntetések szervezői, hogy valójában nem a béremelésért, hanem politikai okokból szerveznek demonstrációkat és sztrájkokat. Ezt a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte az MT-vel. Rétvári Bence hangsúlyozta, a baloldal nem segítette, hanem akadályozta a béremelést. Brüsszelben valótlanságokat terjesztettek Magyarországról, hogy ezzel késleltessék az EU-s források kifizetését, a tanárok és az óvónők béremelését. Az államtitkár hozzátette, hogy a kormány betartotta a tanároknak és óvónőknek tett vállalását, az EU-s források megérkezése után azonnal döntött a béremelésről, így idén januártól 32,2%-kal, jövőre pedig 21%-kal nő a tanárok és az óvónők bére.